Dombóvárváros alpolgármestere Kerényi Zsolt is köszöntötte annak a kerekasztal beszélgetésnek a tagjait, amely az egyházak vezetőiből a helyi felekezeti fenntartás alatt működő iskolák, szociális intézmények és a település képviselőiből tevődött össze. Az önkormányzat 2020-ban döntött úgy első ízben, hogy megrendezi az eseményt, mondta el a polgármester. Nem állami fenntartású intézményeknek a fenntartóit, illetve intézményvezetőit meghívjuk egy kerekasztal beszélgetésre. Hál' Isten ez az asztal évről évre nagyobb lett. Ma már 34-en üljük körül ezt az asztalt, hiszen Dombóváron azt hiszem, hogy talán példaértékű az az elmúlt évek néhány változása, ami bekövetkezett. Katolikus, evangélikus egyházat követően Mátai Szeretetszolgálat és Oktatási Alapítvány is megjelent, Baptista Szeretetszolgálat is megjelent, reformátusok is bővítették az óvodát. Az eseményen részt vett Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna vármegye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője is, aki kiemelte, a dombovári városvezetés törekvései összhangban vannak a kormány azon szándékával, hogy megerősítsék az egyházak szerepét a közoktatásban. Emellett Felföldi László megyés püspök elmondta, egy társadalomnak a legnagyobb feladat mindig a jövő biztosítása. Ebben a fősúlyt mindig az oktatási intézmények viszik, végzik, és az egyház jövője is azon múlik, hogy ezek az oktatási intézmények milyen minőségben tanítják, nevelik, mert mindig van nevelés is egy-egy intézményben. És én nagyon örülök ennek az összefogásnak, itt mindenki ezért van itt, hogy dolgozzon, tegyen azért, hogy ezek a gyerekek, ezek a családok, akik egy-egy intézményben ott vannak, valóban azt érezzék, hogy értük vagyunk. A megyés püspök hozzátette, hogy Dombóváron kiemelkedő az egyházak szerepvállalása a köznevelési, az oktatási és a szociális intézmények fenntartásában.